Sziasztok! A mai nap le kell kezeljük a galambokat, de előtte még elkészítjük az akuszkát. Tartsatok velem! Készülődik a tűz, amíg lesz egy kevés szén, addig ledaráljuk a darálnivalókat. A hagymát már ledaráltam. Most jön a paprika, és utána majd a fuszulyka is. Időközben muszáj volt áttölteni egy nagyobb lábosba.
A fuszújka még nem került bele, viszont a fűszerek már igen. És ki az, aki ilyenkor nem szokott kilopni egy kicsit, csak azért, hogy megkóstolja. Most mi is meg fogjuk kóstolni. Remélem, hogy nem fogja elégetni a számot. Teszteljük is le. Nagyon finom. Majdnem semmi nem hiányzik. A fuszújkán meg a kis főzésen kívül, de nagyon jó. Isteni. Egy újabb kóstolás, és kész is. Kész is van, ki vannak ide készítve. Még mielőtt lekezeljük a galambokat, a szomszéd helyiségben folyik egy motorverseny, és elmegyünk, hogy nézzük meg. Utána folytassuk. Addig is, ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Nézzük meg a motrokat. Már másnap van, sajnos a tegnap nem tudtuk lekezelni őket, ugyanis elég szépen elhúzódott a motorverseny, és a végére lett egy nagy eső. Így most értem haza a suliból, 7:30 van, és most fogjuk lekezelni a galambokat.
Pont ő, hogy szóba hoztam ezt a témát, hogy a suliból jövök haza. Sajnos megkezdődött a suli, és emiatt inkább hétvégén készítem el a videókat, szóval heti egy, max. Két videóra lehet számítani, mivel messziről járok be, és így elég sok igényt felvesz, akár a tanulás, akár az ingázás. Köszi, hogy megértetek, kezeljük is le a galambokat. Ilyen kis szemes vitaminokat adunk nekik. Egy hátránya van, hogy minden galambot egyesével meg kell fogni, és külön be kell adni a szájába. Általában a romángagyásokkal szoktam kezdeni, aztán jönnek az indiaiak, és így fajonként meg színenként különböztetem meg, hogy ne kelljen sehova bezárjuk őket. Ügyes. Egy után, ha már félrevettük a fészekről, megmutattam a fiókákat is. Itt ezek a legfiatalabb fiókák, az egyik elég szépen le volt maradva, későn is kelt ki, aztán úgy voltunk vele, hogy valószínűleg nem marad meg, viszont elég szépen fejlődik, aminek persze nagyon is örülünk. A fiókáknál egy picit nehezebb megy ez az egész. A fiókáknál egy picit nehezebben megy, ugyanis még nincsenek szokva vele, és mindig köpik. Arra is persze önöttettük ezt. Kell itt a nyakát alól súrolni, és akkor, hogy miért nem, azt nem tudom megmagyarázni, viszont akkor muszáj nyeljen. A romángagyásokkal végeztem is, és most vettem észre, hogy az egyik indiai fióka ki van jöve, és nem tud visszamenni. Ide volt rakva, aztán kijöttek, és a másik, a párja, szegény, nem volt, amit csináljon, és ide legalul jött. Jó, ha itt vagytok. Na de folytassuk is az indiaiakkal. Kész is vagyunk, mindenki egészséges, mint a mag. Cseréljük ki a vizüket. Ennyi is volt ez a videó, ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Sziasztok!